Tizedikének. Ott a városon kívül táborát futtatá. Ilosvai. Honnan gyors folyami a Penin hegyeknek északra keletre délre lesietnek, hol ma is ezernyáj, nyáj legel izzó nyáron, mely alatt telel ki a tábla lapájon. Jegyzet. Tavoli eredi puzlia, az apuliai síkföld. Puglia, Apulia. és az olasz, Mint a módsz Cafatos bundáját, Nyárra fel őszön Lehajtja sejemnyáját, Hol zamatos fűön A nemes sajt túró Harmattal születik, Ered a turnó. Hajts le, juhász! Hajts le! Dérlepi az ormot, Jobba melegsíkon föls le, barangolnod, hajts le, juhász, hajts le, barmad olyan félénk, ím közelít harzaj kürtriadás élénk, ím tüzetont egyre a tüzes mén lába, ahogy acélkörmét veli a sziklába, nincs nyugta madárnak, rovadnak, mind égbe repülnek, mind völgybe szaladnak. Érkezik a tábor, által a gerincen, hogy délre, keletre vágyva letekintsen, délre hol, aversza eshetik, és nápoly, keletre hol alföld, hegyek alatt zsámoly, hadait a király eléri, bevárja, még összeverődnek a völgyi lapájra, s miután fejenként maga megszemléli, két sereg áll rendben, keleti és déli. Tetemesbe az első, a királyi tábor. Gilét az utóbbit vezeti, a nádor. Vele zsoldos Wolfárt, s népe ötezernyi. Képesek a zsoldért nemzetöket verni. Ezt a király elsőbb útjára bocsáták, merre a volturnót tekeregnél látták, s várni be róla bizonyos újságot, pihenteti még a többi lovasságot. Jött is a hétvégén szerencse kívánó követ egy folt, küldé, Venáfró, Tiánó, hogy a városok az őrséget elűzték, Lajos lobogóját, strucait feltűzték. Jött azután más hír, hogy kápu mellett a magyar seregnek ütközni se kellett, mert ki a volturnón ellen akart állni, szétveré a hadat Miklós, Kajetáni. Fondi nemes grófja üzemég inéti, tudva, hogy a hídfőt zsoldos erő védi, innen is a vízen túl is a szorosban, staránti Lajos Bent, kápu a városban, hadaiból, amint Fondi felől hozta, keletre, nyugatra egyrészt kiszakaszta, keljenek át a hegy és a tenger felől, s hátba támadjanak, mikor ő majd elől. Úszva, vagy átkeltek csillagtalan éjjel, hajnalban uroknak jelezték, lángfényjel, csak mint mezei tűz gömbölyű csilláma, de tudva előre, azok szeri száma visszafelelt arra kajetáni mással, egy domb tetején gyúlt nagy mágia rakással, jel vala egyszer, mint közös riadóra, hogy talpra ki gyalog, és a lovas lóra szembe a hídőző csapatokat, mert még széltére aludtak, pacuhán fölverték. Ezek ugyan tudták, hogy ők ajetálni, de fog ez éjjel négy mérföldnyire hálni. Most a veszedelem nyakukba szakadván, rohannak a hídra, csúnya hátat adván. Százan is egy szélbe, bár nem elég tíznek, rohannak bizony a kész halálnak, víznek. S lett volna veszély nagy. Most csak igazándi. Ha észre nem veszi, túlnan a taránti. Hanem ez csatán nőtt zsoldosait hozza, s hídon a futókat nyomja velük vissza. Harcoltak az égért kétszerezett bérért, mintha csak a honért, vagy az édes bőrért, szembe saját vérük, a szaladók ellen, még visszaszoríták, hogy csodát műveljen. Ugyanis belátván a hídra futó had, hogy itt a haláltól csak a halál óhat, fordul az ellennek megkövesült arccal, s mint az oroszlán küzd. Ki esik, ki harcol, ki elesett, mint dölt fatövön átlépve Háta a más-más ugrik a helyébe, így a legelsők közt sohasem lesz csorba, még taránti snépe bevegyül a sorba. S bizony, kajetálni harcolva, de hátrál. E pihent erőnek helyet adna már már, hanem a vízen túl nagy riadást támad. Csatazaj! Üvöltés vadul onnan áthat. Döbbenve tarántit viszi ez az újság, rendeli, a hídnak kanhúcait gyújtsák, s mire kajatálni odaér, már lángban áll a volturnó híd. Egész hosszaságban. Időt, tudja miért, nem halaszthat, húzhat. Tűz alatt a vízen hamar átalúztat, de nem a város még égő kapujának, hanem oldalt, jobras-balra kápuának. Szomorú ott a Taránti szüretje, mond uraszavával giléti követje. Kápuát ennek már be se kellett venni. Csak az égő várost voltani, bemenni. Oda éppen arra ért uram a nádor, hogy szétvala verve a mezei tábor, s kápuát felgyújtá a szaladó őrség. Most fondi kezén van. S milyenk az erősség? A nádor aversza farait kerüli, de idő kell, csak még rendesen megüli, mert erős mód nélkül a hely és derekab, Hőn nem védhetné, mint kapitánya, Jakab. Lajos ezt a jó hírt nyomba kihirdette, úgy győzedelemre foglalónak vette. S megajándékozván Giléti követjét Fondinak is küldé, méltó köszönetjét. Azután Vajdával és a többi vezérrel régi tanácsukhoz új terveket érlel, hogy az árulást is gyökerén elmessék, meg az árulót is kézre keríthessék. Az vala ittem baj, hogy a duradzói, mint gyermeki játék ügyesebb búvói, nincs sehol is szembe tetemes táborral, van mindenütt mégis. Szakadást bújt. Forral. Íme. Lucsérát, mely már Lajost uralta, elhiteté, pártos lobogó leng rajta. Fogyját, kanózát megerősítette, úgy tovább a tengerpartra magát vetette. Oka, miért szemben sereget nem láttat, hogy Lajosunk ő rá ne tehessen vádat, de azért ezt tudja, mi dologban sántit, s gyűlöli jobban, mint előbb a tarántit. Csavaroghatsz, Róka, csavaroghatsz, mondta. Követünk szágoldó paripákkal nyomba, és elütünk, vagy futva, vagy utánad ásunk, de ki nem kerülöd, nagy bosszú állásunk. És mint hegyen ülő, vészviharos felleg, mely veszteg az ormon napokig is elleng, majd fölkerekedvén levonul a sikra, hogy fönt nézve alább villámlik a szikra. Fönt napos a csúcs már, de alant a rétség déli verőfényét elnyomta sötétség, vonaglik a felhők idege, a villám, s a megszelelt zápor ködlik aláhulván. Úgy a magyar tábor púlia síkjár a sötét haragjában, lassan alászálla. Csak fegyvere villog, amidőn porköttül fönt a magas bércen láthatja, ki ott ül. Odalent már kényén terítheti szárnyát. Ellepi a rónák dombjait és hátát, arra nyomulván, hol közelebbi célja, még jó tova fekszik. A pártos lucséra. Fekszik az egy halmon, s falai e lerontva hevernek régebbi csatában. Károly lovalá áll fel, hogy újonnan rakják, megtörni ezáltal magyarok haragját. De nem volna még kész, csak mondani félig. A város atyái Jobbnak azért vélik nem várni bedacsal Lajos közelettét, hódolni előre, bámva maguk tették. Követ indul mindjárt, és fényes ajándék, melyel a pártütést szépíteni szándék. Hanem a Fellegvár egy kisded erősség mást gondola, mint a városbeli őrség. Taránti Lajosnak embere van benne, valami 300. Többre alig menne kapuját e fészek bátran becsukatja, s Johanna zászlóját fennen lobogtatja. Lajos az esdőknek mutat komoly arcot, s vete a városra vétke miatt sarcot, hogy mire odaér, ki legyen teremtve, pedig indítál már a seregét rendbe, ott a város alatt tábort üte, várván, hogy megváltsa magát tizede becsárán. Közben az elfáradt hadait nyugtatja, s vidám lakomákon élteti, itatja. Maga is a főbbek díszes seregében, szabad ég alatt ül minden nap ebéden. Hosszú rakott asztal, s királyi teríték körül ott szolgálnak, mind úrfileventék, de az alsó rend is szél a mezőben, apró tüzeiknél lakomáznak bőven, Nézi falakról ezt mind az egész város, Még a fellegvár is, bár kapuja az áros. Nem valaj kis vár fönt a fellegekben, Csak a város mellett külön, egy ötszegben. Nincs árka, se fala, nem roppant nagy erősség, De lovas tábortól nem félti az őrség. Most, látva naponként odalent, hogy élnek, elbízza magát hogy nyoma sincs veszélynek, odalenn mulatság, étel, ital járja, s könnyű hadijáték játék vagy zárja. De lajos szemét már egy kis erősségen a nápoi zászló szúrja vala régen, és mond egy nap ebédnél. Csak az olasznak higgy, fiúk! Ez a kisvár, ugye nekünk bakfigy Nosza! Játszatok ma egyet ilyet, Dénes! Szólt Vajda fiához. Futni a hely, téres! Csóg meg Szécsinek, és többi cimbarádnak. Ezek a taljánok olyat úgy se láttak. Hamar az ifjúság színe néhány százig össze is verődött, és bakfittyet játszik. Csak könnyű ruhában, így szabadon nyargal, de az öv mellé szúrt, rövid éles karddal. Ritka hosszú sorban kiki, helyre lépe, azután más-más sor, utána elébe, s mikor így fennálltak, mint egy laza négyszeg, várták a jeladást az ifjú vitézek. Kürt jelre a sorok eleje megindul, futni, hogy tellik, hősfi, rugós intul. Kőhajtásnyira egyszerre megállnak, stérdre feszült kézzel bakhátat csinálnak. Ezt a követő sor, mint egy ugrogátul, mint lóra ki pattan a csípején, hátul, várva vetett kézzel szöki át futtában, s szóra megállnak kicsi távolságban. Majd a harmadik sor, negyedik is így tett. Az előtte hajlót átszögdösi mindet. Valamíg álló sor marad egy is hátra, most futni ilyen a sor, az első bak hátra. Így, mintha sok ember szélarendet forgat, vagy szaladó felhő árnyékot borongat, vagy hullámra hakél tengeren új hullám, várja sor a sort, mind messzebbre nyomulván. Elfele a vártól volt a futás hossza, de most jeladásra fordul neki vissza. Összedugott kézzel a falakon nézik, s nevetik Lajosnak ugrándi vitézit, sor-sor után, hogy jő falaik tövébe, hova már le sem lát a taránti népe. S nem látja, mi a cél. Madarat szóval, bevenni a várat emberi hátsóval. Jegyzet, super scalam humanam idest unus scandendo Super Scapulas alterius Krón Rögtön az első sor, hogy a faligére, Bakháttal, a karját feszíti kövére. Ugrik a másik sor vállaira ennek, hogy lépcsője legyen, kik utána mennek. Így rendre, amíg a fejülálló karja testük egyugrással vedheti a falra. Lett odafönbezzek zavar és ijedtség. Most veszik észre, hogy nem tréfa, nevetség. Kardjuk, de ha volna, ezeké már villog. Megettük az új sorszeme, is már csillog. Fegyverre kiáltják, s kiki szalad érte. Ez alatt a párkányt más-más sor elérte. Lent árogató, kürt, síp, dob, zajaroppan hozza lajos népét hadi zárt sorokban, fenn a falon állók szaporodnak egyre, hogy az őrségből már egy, ha esik egyre. Körülnézi magát Lacfi fia Dénes, látja, hogy a sok szem ragyog, a kard éles, nosza, még az ellen rakásra verődik, kaput elfoglalni, tárni ki faltőig. Úgy is lett. Mire a várbeliek jöttek harcolni hiába, későn erőlködtek, mert a kapucsakra is, melynek üregébe ezerenként tódul már a halálképe. Ottan kegyelemre magukat megadták, leborulván arcra, mint az Isten adták, Lajos a fegyvert, mit tőlük elszedette, és enniük adatván szélnek keresztette. Ez alatt a város kifizetvén sarcát, másnap az egész had megnyomta piarcát, hogy rajta keresztül indulva keletnek új tárgyat, új szárnyat adjon az éneknek. Fogja, szomszéd áthalva, hogy és mint járt, követett dít, küld elibük mindjárt, de Kanóza bátor kapitánya Raymond nem olyan ember, ki minden igent rámond, makacs ellenállást, nagy viadalt készít, falait foltozza, biztatja vitézit, tetemes földhányást megrok cölöpökkel, körülveszi várát védelmi övekkel. Hírét Lajos ennek útban, ahogy vette, nem várt akadálya, bosszantja fölötte, s mond Lacfinak, itt mi jó hosszan elülünk, addig hova tűnhet a fővad előlünk. Nosza, te a tengervárosait hajzd meg, amit ő ott felfújt, a tüzeket folyzd meg, maga is. Légy rajta, hogy kézbe kerüljön, én addig a városfalait falait megülöm. S még aznap elosztván, a sereget ketté, Vajda egyik résszel indul a keletté, másikkal az úton magyarok királya, Kanóza felé tart délies irányba. De azért nem lesz nagy köze a két hadnak, mint folyam két ága, társmódra haladnak, Lajos a síkföldön, part szélén a vajda, segíthet ez annak, az emennek bajba. Alig eredt útnak István, külde a verszától hírt a nádor ispán, kéri Lajost, haddal segítene rajta, mert már a mezőn is magát alig tartja. Nem, hogy bekerítné, sőt, néha Jakabnak emberi elsáncolt fészkére kicsapnak. Taránti Lajos is hallja, hogy Nápolynál új zsoldosokat gyűjt, új sereget formál. Lajosnak ez a hír okoz erős gondot, kénytelen hadától leküldeni kontot, gilétével együtt, hogy magukat tartsák, míg ő oda juthat, és mind a magyarság. Így a csapatjával, melynek olasz német, zsoldost, amit Lacfi otthagya, mellé vett, Miklós Beneventó útjára kiválván, ostrom előtt, nagyot gyengítek királyán. De azért kanózát, mihelyest eléri, neki fog, a vajdát se várja, se kéri, ha bevehetné még, Lacfi meg is tudja, s minden nap a síkot döngeti és futja. Nem nézi henyén ezt árka megöl, Rájmond. Sőt, a lovas népre gyalogival ráront, vassújmat is éjjel, fogos eszközt szórat, ami által Bénul a lovon járóad. Ám Lajos a népét tanítja, gyalognak. Leugrani lourul, s vissza megint. Szoknak a második ember ismert jeladásra, addig paripáját tartja neki társa. Fejszét ezek, ásót lovaikon hoznak, hova őrség nem jut, sebesen dolgoznak. Rést ütni az árkolt, becölöpölt helyen, s lóra megint kapnak, ha közelg az ellen. Így, de nem első nap, nem is egy próbára, ásóval az árkot temetik simára, az erős palánkon nagy kapurést törnek, s tele már lovassal elseje a körnek. Ezelőtt a gyalog, mint szélnek a polyva, hajtja tömött rendben öli és gázolja, kénytelen a belső övbe magát venni, s nyíl kopjavetéssel onnan berekedni. De Lajos megvetvén oda benne a lábát, szaporítja mindig, s a lovasságát, míg a második öv esik, épp úgy kárba, mi által az őrség beszorul a várba. Most nagy munka, paraszt napi szám néz rájuk, mert a falat védi széles teli árok, azt lebocsátni le az ofántóba. Sok napi fáradtság, hosszú, kemény próba. Alólról az ásást a folyannál kezdik. Ezer meg ezer kéz virradattul estig. Úgy viszik apránként közelebb a várnak, hol már szikla és nyíl zápor alatt járnak. Itt dolgozni lehet csak nehezen, s éjjel és befödik az ásást hajnalra födéllel. Földet is a hídló deszka fölé húznak, mely alatt a várhoz mind közelebb csúsznak. Lajos ezen közben készül az ostromra. Nagy falihákcsókat gyűjt össze halomra, számszeríjat, álgyú, bástya törőgépet. Ácsai bárdolnak minden efféleket. Hírt vajda felől is hoza már követje, hogy erős bár lett harcolva bevette, mert a kicsapott őrhadakat üldözve népe vegyest omlott a nyílt kapu közbe. Két dolog itt történt, szólt a követ. Felség, mielőtt futásra vette az ellenség, sőt, emberül, azon melegébe harcolt, s fordíta, ha nyomtuk, vissza megint arcot. Honnan? Az égből -e? Vagy a föld gyomrából? mert nem láttuk jönni, se közel, se távol. Pejparipán köztünk terem egy rőt barát, zúgatja temérdek karikás ostorát. Zúgatja, rohanván szembe az ellennek, nincs arc, se merészség helyt állani ennek. Maga egész dandár csapatot megfuttat, örül, aki még lát. Örül, aki futhat. Buzogánya is van, rengeteg a kápán. S ha kit azzal érhet, egy sem marad lábán, de ugyan ki merne hozzá közelítni, mikor ostorvillám körmódra keríti. Nyilat ugyan kopját szórnak vala rája, hanem úgy kell lenni, hogy a nyíl sem járja, vagy nem is érnek rá nagyon célba venni, lova oly könnyű, hogy ahol ő, ott semmi. Megszalad az ellen, mi sarokban üzzük, s futva vegyest közte. Hol a barát? Nézzük. Nem volt sehol is már, se elül, se hátra. Úgy tűnt el, ahogy jött, mert senki se látta. Így módon a város nyargalva bevettük, várból is a férget hamar kivetettük, ezt őrzeni Konrád Zsoldosira bízza, és mezei táborba tér a vajda vissza. Érkezik azonban tengeren öt gája, vele a felséget kincses szenesája, Lesták uram, hozván sok ezer jó márkát, sejti a németség, mit hoz? Az öt bárkát. Nosza, követekkel vajdára üzennek, Zsoldot nekik osszon másképp hazamennek, a hátra levőt is csúfmódra nagyítván, előre is ennyit. Nem áld nekik István. Váltik csillapítja Kornád a vezérük, hogy a bátyja, Wolfárt, kifizette bérük, az oda van távol, nem mondhatja szembe, öcsét megkötözik, s lökik egy verembe. Azzal fegyveresen a városba törnek, Polgálat, papot, asszonyt fosztanak és ölnek, szalad a nép, veri a harangot félre, vajda riad, beiront, hány sokat kardérre, Konrádot a lyukból ereszti szabadon, a főcinkosokat mind vágatja agyon. A többit újonnan esketi nagy hittel, s rakja meg a várost magyar őrizettel. Lajos az első hírt ráhagyta csodásnak. Gondolt valamit, de sose mondja másnak, hanem a másik hír keserűn bosszantá. Több velük a baj, mint a nyereség, mondá. S rendeli a zsoldost, ha való fizesség, ki rabol vagy sarcol, szigorú büntessék hisz nevem így átok környezi, gyalázat. A föld népere ám csoda éha lázad. Izené vajdának bári felé törjön. Azt nem, hogy kanózát ostromolni jöjjön, maga személyében ezt hajtani végre, lángol az ifjú szív ilyen dicsőségre. Lacfi tehát a partmentibe folytatta útját, ahol tráni hódola, smolfetta, úgyhogy csata nélkül elérheti bárit, hanem ostromhoz kell készülnie már itt. Érkezik azonban nagy társzekerekkel lesták is, a lasz kísérettel. Megörült a kincsnek lajos hadinépe, még serényebb a várt jutalom fejébe. Már kész is az árok, csak kicsi földnyelvet hagytak valagátul a várvize mellett, és csak a döntő nap közelettét várják, hogy megeresszék a víz lefutó árkát. Eközben Lajoshoz hajtanak egy kémet. Nem tudni, ruhája olasz-e vagy német. Azt mondja, magyar volt az apám, az ősöm. Maga jött, úgy fogták a végbeli őrsön. Kobzott veretávol, régi magyar dallal, köszöngete rájuk vidáman itallal, kopjavetésnyiről intve odacsalták, és barát megivák, de magát megvasalták. Lajos egy-két szóval a magyarul kérdezve négy szem közt valamit mondja, fölfedezne, parancsolja tehát, bőrik kimotozzák, s ha ártó szere nincs, sátrába behozzák. Mikor ez meglőn, és semmit se találnak, lábához a kobzos esik a királynak, fogadja be, kérvén, dicső mert alatvalója szívébe, lelkébe. Hadra ugyan nem nőtt a daliás honban, vétek miatt úgymond kizüllöttem onnan, mielőtt elmúlt a gyermeki esztendő, bűnöm csak olyan hát, mint az eredendő. Kérdi Lajos, mi az? Eljön az órája kérni a kegyelmet, ha lesz érdem rája. Azt szerezni jöttem, ha bevesz felséged. Különösen most. Egy fölfedezés véget. Bújdosva, kanózát széltire megjártam, tudom a dörgést jól odabent a várban. Ha valami hasznát veheti felséged, leírhatom szóval ezt az erősséget. Lajos ígért neki aranyat százával, ha igaz hűkémnek bizonyul szavával. Igaz leszek és hű, a hazáért kém is, de az arany nem kell, fia vagyok én is. Érdekli Lajost már nagyon ez az ember, s rendeli, hogy tartsák ugyan őrző szemmel, de ne állják útját, ha menni kívánna. Csak hova jár, mit tesz, lessenek utána. Csak ugyan a kobzos leírá mindenképp, mi hogy van, a várfal hol erősebb, gyengébb, hákcsót, hova könnyebb, hol bakot használni, s új akadály nélkül oda bent leszállni. Napot a király hát tűz ki rohanásra, s éjjet, hogy a földnyelv által legyen ásva. Sikerült is. Foly már a vize, mint tenger. Alig ugrálhat ki előle az ember. Folyamoldalom most, hol tábora fekszik, mutatja Lajos, hogy ostromra törekszik. Állítod a sok nagy várbakoló gépet, s dobni, nyilazni, váltva özön népet. Másnap is ez álharc, harmadnap is így ment, oda odahordat Raymond védelemre mindent, s vissza királynépét népét veri önbizottan, mert a fal erősebb, magasabb is ottan. Ám de Lajos éjjel, negyedik hajnalra, viteté hágcsóit a túlsó oldalra, s fiatal hősekből kiszemel pár százat, kikkel hiszi, bátran a falakra mászhat. Fővalat Szécsi, új laki, mert távol a Lacfi rokonság, és az apjával, Barta Lukács, mind a kettő Hédervári, Kanizsai János, nagy törzsek sudári, apróbb nemesekből a nercsei, vesszős, a király testőre valamelyik föltetszős, dobai, sós, lengyel, morocok, s több számos. Svicelovász mester, besenyei János. Parancsot is átki ha ő a falon van, mi történjék akkor? Jelentik azonban, hogy a kobzos eltűnt nyom nélkül az éjjel. Megdöbbent a király. Miért is ereszté el? Habozott a tervét, nevesse dugába, de szégyelte is már, bízott is magába. Ennye pedig az most nagyon kellett volna. Nosza, teremtsétek ide mindjárt, szóla. Hajnal előtt kisdet bátor csapatával a déli mezőre lopóckodik által, Hol az ostromhágcsók lerakva hevernek, S várja riadását túlsó jelnek. Mikor az megroppan, stúl már csata lárma, üvöltés zúg, kő, hulvadörömből, ő viszi hágcsóját legelül a falnak, társai, tetrendben utána rohannak. S íme, barátot vesz most a király észre, hármas erős hágcsót támogat félkézre, vele a kobzos, de nincs nála kobozza, csak társa nagy pajzsát, buzogányát hozza. Megnézi keményen Lajos a barátot, nem szokta feledni, akit egyszer látott, és mikor a hágcsó fenn éri a várfalát, oda kiállt, Hó, várj! S utánam, barát! Ezzel maga indul a király előre, teszi gyorsan lábát, s szalad a lépcsőre, utána pajzsal a barát, s bunkóval, s mind a vitéz, itt vagy a többi hágcsóval. De szelét vevé már Rájmond is a bajnak, Sokan az őrségből ide átrohannak, követ a hákcsókra, nyilat, üszköd szorván. túl az embert, tolván. Hengeredék nagy kő rettenetes szálla a lépcsőre, melyen maga lajos álla. Ütni buzogánnyal a barát azt félre akará, de hátul nem esett kezére. Oldalt szegé mégis, kívül a lajtorján. De jaj! Egyik csúcsa királyt lesodorván veti alant a mély, iszapos árokba, s mint holt hever ottan, sok lábnyira bukva. Barátot is a kő, mintha lesöpörné, szökik azon percben talpra Lajos mellé, megnézi tapintja, felkapja ölébe, pajzsát kövek ellen mind tartva fölébe, s kiállt, hogy eresszen le valaki hákcsót, akkor veszik észre, miféle bukás volt. Létrát a fenékre vetekedve nyújtnak, ijedve a hősök a királyhoz futnak. Él, él, csak elájult, s viszik a táborba. A mai várvívás marad az máskorra, marad mikorára, jó Istennek tetszik, mert a király ágyban nagy betegen fekszik. Vette neszét rögtön, rájmond a zavarnak, hogy a falon így járt királya magyarnak. S ütni vasat izzón, kicsap, és kiomló hada ostromlottból leve ím ostromló. Támadja merészen a kerített tábort, ha ma visszaverték, holnap meg aláront. Minden nap a király a viadalt hallja, s csak nyög, de a várat hagyni nem akarja. Sehogy a vajdának hírt adjanak erről, hallani se róla, mint neki szégyenről, mintha gyalázat volna, ami nevén szárad. Ha be nem vehetné maga ezt a várat. Sokan a tábort már kincseivel féltik. Jobban urok drága szabadságát, éltit. Kérve Lajost kérik az urak, hogy hagyja máskorra e elvárat, de nincs foganatja. Egy nap azonban csak nem üte királymond, nem győzi talál már, pihen, ahogy ráunt. Nem, hanem ormáról látja magas foknak, hogy messzi keletről csapatok mozognak. István hada volt ez, ki bevévén bárit, jön, s megközelíté kanóza határit. Seregét félkörben szétrendeli túlnan, maga jő, és királyát kérdi, hogy és hol van. Mikor elmondák a szomorú újságot, nem bírta lenyelni ezt a bosszúságot, hanem a királynak sátrába belépve, dorgáló szavakkal állt ágya elébe. Mint Atya dorgálja szeretetből fiát, feddi, szeretve, de szigorún a királyt, hogy drága személyét közmódra kitette, még ő odaharcolt, és győz vala érette. Azt vártam, Lajos így fordítja meg a szót, kötözve hozod már nekem a durazzót, de csak elkésett bölcs tanácsokat hallok. Nem felel a vajda, szomorún kiballag. Oda kinn azonban, mert dolga temérdek, nincs ideje lomhán búsulni vezérnek, vár körül az összes hadakat megnézi, holnapi ostromra rendelet itt tészi. De szegény rájmonnak leesett az álla, mint ki mentőhadat vár. Most e helyen émi jött négyszeres ellenség. Kint az nyomja körül, bent gyötri az inség. Látja, hogy a sok nép a kerített várban megtörheti őket, akár egy morzsában. Követett Lajoshoz küldt hát izenettel, hogy megadja várát szabad elmenettel. Így már tetején leng királylagója, s hada tovább indul, magát viszi kója. Melfi alá, délre, de még odaérnek, Ászkoli és Trója hódol a vezérnek. Lajos a barátról nem szólt eleinte, de most, hogy az útban tétova tekinte, és nem látja sehol sem, kérdi lovászától. Hova lett? És mi történt vele aztán hátul? Felséged után az árokba, iszabba leesett, úgy véltük, de leugrott abba, s felhozta kövektől pajzsával védvén. Hova tűnt? Nem láttuk szörnyű zavar lévén. Hanem az a kém, vagy fegyverhordozója, az itt van, ahol megy, tudna talán róla, de Lajos nem akart szólni a kobzossal. Hadd vezekeljen még, nem az orgyilkossal. Hadd lézenjenek itt a tábora mellett. Meglátja, ha kérik tőle a kegyelmet. Kell arra sok érdem. Többféle fogantyú. És érdemre, ha volt, s nincs legerősb sarkantyú. Kapuit azonban Melfi nem nyitván tábort vert alatta Lacfi Apol István, pihenést az útból hadainak enged, mi alatt csak szóval a várba izenged királynak is együtt várja üdülését, nem bírja feledni minapi feddését. Az ostrom akarja, szem előtt folyjon. Dicsősége, ha lesz, reálháramoljon. Lajos a kőzúzást viseli vállába. Sváj még az eséstől ficamult ballába, így lóra nem ülhet, hanem azért Kóján megszemléli hadát, mind kiparancsolván. Mikor ezt elvégzi, s már vissza bekészül, íme, hallik távol megriadó részkürt, oda mindenki, fegyverhez is kapnak, azt híve, hogy a várvédői kicsaptak. De nem az volt. Egy őr jelenti királynak, hogy lovasok ketten, tábor előtt állnak. Hírnök az elsője, társa fúval küldött. A nápoi király, mondják, ide küldött. Ki az, veti Lajos? Ez már szemtelenség. Rendeli mégis, hogy elébe vezessék. Az alatt a hírnök az övé, Készüljön, címer köpenyekben palipára üljön. Kajdásza Lajosnak hamar is készen lett. Fehér köpenyegén a királyé mellett. Kivarva sejmmel, aranyhezüst himmel, ragyog a sokféle birodalmi címer. A nápoi szintén címer lepedőben, Liliomas ennek is van bőven, érkezik, és távol a királlyal szembe kiáltja beszédét olaszul, mi rendbe. Királya Nápolynak, két Szicíliának jön elébe haddal a magyar királynak, de hogy a nép vérét ne oncsa, kímélje, kész a hadikockát így dönteni véle. Párbajra kiszólít, Párizs, Avignonba, vagy Perugia-ba, vagy ide Nápolyba. Szabad a választás előtted e és aki győztes marad, Nápoly az élégyen. Meghirdette Lajos e szavak értelmét saját hírnökével, aki tudja nyelvét, az alatt a választ érleli fontolja, mind veszedelmes hely, Ková a Párizsban a király anyai nagybátyja, Avignonban ismét a pápa, barátja, Perugia, Nápoly, az övé, kész csapda. Azt hiszed, így dör meg. Belém megyek abba? Kiállts neki, hírnök a nevemben választ. Szava hírnök így válogatá azt. Uram, fejedelmem fölötte csodája, ki lehet Nápolynak mostani királya? Taránti Lajos nem illetheti Nápoly, örököse annak kicsi Mártel Károly. Különben a herceg lovag is, vitéz is, vele uram harcra kiállani kész is. De nem a négy helyen, de világosokra. Kettő az övé most, kettő pártját fogja, hanem a császár, vagy Londonban a király, vagy akvilléjai főpap előtt kiáll. Azonban e harcot ő nem azért kezdte, hogy amolyan hosszú pórázra eresse, megyek úgymond, várjon, ott szembe kihívhat, velem, a két tábor, s Isten előtt vívhat. Hírnök magyarul lesz s olaszul kiáltván, elvágtat a másik fehér lava hátán, Lajos pedig készül ostromlani melfit. Vitatja naponként vajdával a tervit, maga is már zsendül, mikor aztán fentül paripáján egy nap, égföld, belerendül, kap olyan éjjelzést, hogy bent is az őrség ijedve fut össze, oda az erősség. Még nincs, de jelenti ez az örömlárma, s harci kedv, hogy oda lesz Melfieles vára. Hanem a készülést minek írjam hosszan? Toldit is egy percre kell, hogy előhozzam, hogy megjöve tudjuk legelébb bár lett a mezén, próbául erejét mutatta, azután a kobzost küldötte be kémnek, hogy nézze ki sorját király seregének. Tőle kanózánál éjjel a hírt kapta, mikor a halálból Lajost kiragadta. De azóta nem jött. Nem akar ismerni. Nincs tőle kegyelmet se várni, se nyerni. Ismert pedig, ismert. Ha nem ismert volna, teszi ugyan lábát velem egy hág csóra. Bízza reám éltét. Most, hogy megmentettem, nagy feledékenység csap össze felettem. Így panaszol gyakran, Kobzos, ha jön éjjel szép szót neki, végdalt hoz teli reménnyel, Ketten a tábortól félre odablaknak, Hol pányvad szövekjét verik a lovaknak, S kunyhót gabaitnak, hol toldi pihenjen, Kobzos a föld népét, elfüstöli könnyen. Arra egyéb sem kell odavetett vetett A kóla ez! Aki? Malom követ górál. Vajda pedig várván, ura felgyógyultát, nem nézi henyén a drága idő múltát, hanem ami tervet kieszeltek ketten, azt végzi naponkint, munkafeszítetten. Ásata elébb is száraz öblös kútat, onnan a vár alá hajt egyenes útat, mely a várdomb és a kőfala alatt menne. Száraz agyagdomb, nincs vízfakadék benne. Mint földi vakondok túrva sötét lyukban, hol nem is alítnád, egyszer előbukkan. Úgy kezde a várba fúratni alútat, melyen az ostrom logdandára befuthat. Nyíltan is emellett készületi folynak. Sűrű reketjéből lészasevényt fonnak, mely földje nyilaktól fal megrohanáskor sok öreg íj hágcsó készüle, mint máskor. Hanem észrevette a várkapitánya, hogy ama földtúrás mire való bánya kinézte, kimérte, hova szolgál vége, s kifelé belülről aknát visz elébe. Foly halad a munka, sürögő mécs mellett, hova nem hat napfény, sem az élő szellet, már hallik is, amint sírt ásva maguknak, innen ezek, túról amazok dolgoznak. Vajda, hogy ezt hallá, monda, hisz ez pompás, mi nekünk segít, ha szembe velünk ott ás, de ha már a túlsó dübegés átrendül, egymásra ma holnap bukkan a nép szemtül. Rohanás ezt rögtön a falra kövesse, felséged a külső viadalt vezesse, de ne előjárjon, csak utánok nézzen. Én majd a sötétség dolgait intézem. S nem sajnálva magát, se tulajdonvérit, szólítja fiát, és ifjabb testvérit, Miklós vala, Mihály és Pál, ezek öccse. Bátor, erős népet válasszanak össze. Maguk ezt fákjával harcolni vezessék, vissza saját útján. S ki az ellent vesség. ki az aknából, és be megint a várba. Ha belürekednek, az sem esik kárba, mert már is alatta rohanó lészáknak, a király vitézi farra, ímé e hágnak, ott látom Ivánkát a csapatok élén, s mind a javát színét, ha sorra beszélném. Sárga kesely a király vezérel, küldezi parancsát mindenhova széjjel, buzdít, a közembert szólítja nevéről, maga is vágtatva fordul, avagy térül. Hákcsót a falon már, eleven teherrel, kit félik, kit oddábrakva meg emberrel, Látni miként kúszó növevényt karóján, csak hogy ez a kúszás nagyon borzasztó ám. Fent a várbeli nép forró vizet, olmot, szurok égőfákját nyilat, követ szórott, nagy villadoronggal, hosszú csapófával feldönti a hákcsót emberi súlyával. Egy létre tűnék most szemébe királynak, félre, hol a védők kevesebben állnak, legfelül a kobzos, négy-öt, ha kíséri, keze a párkányt is már csak nem eléri, hanem észrevette egy győrs nagyot ordít, követ a hákcsóra, hevenyén lefordít, ugranak, a többi még jókor előle. Kobzost leüté, úgy hiszi a fal őre. De nem, alul fordult, bátor, ügyes észszel, létrafogált, alul megragadá kézzel, úgy csüngval a teste, míg legurult szépen a nagy s maradott maga, keze, éppen. Ekkor a lépcsőre rúgta magát vissza, s fenn a falon áll már, hol az éppen tiszta, mert az az egyőr is oda ment, hol baj van és lefelé kardjával integet a zajban. Egyedül ott villog. Csak percnyi jelenség, mert nagy riadás lett. Falon az ellenség. Száz szem nézi nagyon száz fegyver a kopzost. Gondolja szegény, hogy futni se szégyen most, de megint a hágcsón, függve alul kézen, szalad és futását így végzi merészen. Nagy kő, s faculáptól, mely görgen rája, megvédi a hágcsó kettős oldalfája. Még kobzos az őrt, így maga ellen csalja, az alatt Ivánka, Szécsi nemes sarja, sűrű vasas néppel, mely követi nyomban, felbírt verekedni, és már a falon van, harcolva keményen, a maga hágcsóját, megvédi, bevárván csapata utolját, melyet aztán mások, Folytába követnek, így dőlt sora el a fali történetnek. Iszonyukban másik, az a föld alatti, hova erős dandárt vezet a négy lacfi. Olyan úton, hol még az erős sem bátor, mert a halál völgye az a szűk sikátor. Dolgozik a csákány zúg, tompa ütése, mindjárt kész a halál nyílt pakolirése. Némán a vitézek kebele is dobban. Nem fél, de rebeg, hogy kire mi vár ottan. Vagdulakodás, holt tetemekre hágó, hol fegyver a csákány, kapa, veremvágó, honnan a megtorló hullát, sebesültet, úgy kell takarítni, mint az ásott földet, s mint víz, ha erősen fakad a bányába, úgy tapos a vérben a vitézek lába, úgy foly ki az ásás alacsonyabb végén. A nap is elszörnyed rettenetességén. Így a lacfiak itt, fenn a király népe, behatolnak a vár kellős közepébe. Látja az őrsége két folyamat fenn, len, s könyörög éltéért. Nem is áll már ellen, hanem én követve a bősz hadikockát, nagyon is felejtém rozgonyi piroskát. Kell mondanom egy szót maga helyén róla, bár ez az ének már untig elég volna. Piroska, piroska, szép hajnali álmom, így kellett te tőled végre is megválnom, pünkösdi virág, kit edalomnak bájul tűztem homlokára, így kell, hogy aláhúj. Más volt az idő, haj! Más, akkor az ég is. Felhős, borús ámbár, de tavasz volt mégis. Most fagyos őszöm, mely nem engedi nyílnod. Arra való csak, hogy elsöpörje szírmod. Érzi közel végét, már kész is az útra, Vissza derült arccal néz a rövid múltra, Meggyónt a világi bűneit, szerelmét, Maga csanád érsek vette le a terhét. Egy ötri csupán még, a ma síri átok, Bárha ezért csanád szintén megbocsátott, S mond őrzsinek, aki gyakori mellette, mert csak is a fát jolt, hogy még föl nem vette. Ó, őrzse galambom, a kezem oly gyenge. Írnál egy levelet, édes, a nevembe, hogy told itt, a törvény ártatlanul üldi, királynak az érsek ígérte, elküldi. Őrzse egy asztalkát odatolt az ágyhoz. Tollat íróeszközt olyan új hoz, mely nem is állatbőr, hanem úgy csinálják, bizalommal ekép szólítja királyát. Felségedet, úgymond, terhére ne váljon, üdvözlöm utolszor a halálos ágyon, mert szívem egy átok, kései vádnyomja, nem mehetek azzal örök nyugalomra. Toldi vitéz, hallom, oda most. Üldözi törvény, mint fosztogatót, gyilkost. Üldözi az egyház rettenetes átka, hogy engem kirabolt, férjemet levágta. Mi esett közöttünk a temetőboltban, Isten előtt, ki az indulok, Meggyóntam fő lelki atyámnak, telegdi csanádnak. Nincsen ahhoz többé köze a világnak. De hogy őt nem hozta oda rabló szándék? Azt tudom, azt vallom. Hitet is ajánlnék, eskü tanúságot. De tilos, amellett lenne bár utolsó ajkamoni szellet. Hogy esett a rablás? Nem tudom azon túl. Elaléltam ismét erős fájdalomtól. Úgy kell lenni, mikor Toldit elátkoztam, mert gonoszt előül Én is őt okoztam. Ó, ne érj utol, ne soha ez átok. Visszavonom, és mindent neki megbocsátok. Nem tette, orul, mint gyilkos úton álló, Bajt vív a tevé, mint nő bosszúját álló. Későre tudom meg, hogy titkon a fűzek rejtekiből nézték, ide való szűzek, Toldi, hogyan mívott sok ideig tarral. Ez egész fegyverben amaz egy szál karddal de tanulnak őket, senkibe nem híván, fogadásuk tiltja, mint az ípör kíván. Mostanig ezt őrzék, hallgatva magukban. Nem érhete, érőd szavuk e dologban. Esedezem hát, ki földi képe annak, ki kegyelem forrás, felséges uramnak, kegyelemből, toldi lovagot feloldja. Ne legyen hős kardján alacsony bűn foltja. Érsek is az átkot leveszi, Igéri, Felséged is, árva szolgálója kéri, nyúlak szigetében, hol apálca most a fejedelmasszony. Rozgonyi piroska. Levelet írendben a királynak szerzes kérte, mikor meglett. Olvassa el, őrzse. Jól van? De utána még valamit toldok. Írjad! Nem méhetem sírba ezt a dolgot. Itt, ahol a szívek hallgatva megtörnek, egy deli vidor szűz, ugyaninkább gyermek, készül kezeimből venni örökfátyolt, nem mert a világnak meghalt, s ide vágyott. Nem írom, ugrott fel, s kacogott fel őrzse, zokogásba együtt, s könnyekbe kitörve, s kiszaladt, orcáját kézzel betakarta. Nincs azután szép szó, ami vegyen rajta. Piroska tehát a levelet bevégzi, lezárja viasszal, vánkos alá tészi, hogyha csanád érsek, a királyasszonynal átjő, odalopja. Elküldi bizonyal. Reszketve kipótlá, nem mert ide vágyott, hanem mert közel volt. Udvari leány ott, hol aki lehetne szívének az írja, az nem lehet. Ó, jaj, a közem nem bírja. Csak ugyan az érsek jöve napestével átveszi, felküldi országlevelével, maga sem sajnálta egy rövid írását, benne az apácák tanulvallomását. Hogy e szerint Toldi nem orozva ölvén, hanem viadalban, mint lovagi törvény. Sírfosztogatásnak is elesvén vágyja, mint a hazaküldött levelekből látja. Érsek az egyháznak, feloldja nagy átkát, vissza neki adja lelki szabadságát. Kegyelmet a legfőbb világi bírája adjon, ő is kéri, felséges királya.